Szegvári Katalin újságíró, szerkesztő, riporter, műsorvezető és tanár. A magyar televízió hőskorának egyik emblematikus figurája, olyan sztártévésekkel dolgozott együtt, mint Kepes András, Juszt László, Havas Henrik vagy Vágó István. Egy riporter kerestetik verseny tehetségkutatója indította el a pályán, a Hét című hírmagazin munkatársa lett, majd a rekord ideig 17 évig sikeresen futó Stúdió című kulturális magazin főmunkatársa volt. Az ősszel az Albert Falvi Közösségi Ház pódium beszélgetésének vendégeként pályája tanulságairól és új könyvéről is mesélt, amelyben egykori pályatársairól és a tévévilágáról ír. Leginkább azért született, mert engem érdekelt, hogy hogy vannak azok a kollégáim, akiket már a nézők rég nem látnak a képernyőn. Mondjuk Vágó kivétel, Juszt Lacit is Hébekorban lehet látni. És arra gondoltam, hogy talán nem csak én vagyok rájuk kíváncsi, hanem azok a nézők, akiknek a lakásában évtizedeken keresztül ott voltak, ott voltunk. 19-en vagyunk ebben a könyvben. Sokan hiányoznak, akik már például nem élnek, Déri Jancsi, Antal Imre, aztán van olyan, aki már külföldön él, van olyan, aki már teljesen visszavonult, és egyáltalán nem akar nyilatkozni, de azt gondolom, hogy azok, akik benne vannak, Kepes András, Érdi Sándor, Vitrai, Acél Endre, Rangos Kati, Berec Ani, Gulyás Erika, Juszt Laci, és biztos most kihagytam valakit, többeket is, Havas Henrik, azokról olyanokat tudhatnak meg az olvasók, amiről eddig fogalmuk sem volt. Ezek nem ilyen bulvár intimitások, hanem az életük olyan fontos eseményei, amelyekről nem nagyon beszéltek eddig. Ezen kívül az olvasó azt is megtudhatja, mint hogy én is megtudtam, hogy most éppen mivel foglalkoznak, mivel töltik az idejüket. Persze néhányukkal napi kapcsolatban vagyok, de Kerti Zsuzsival nagyon rég nem találkoztam, és hát engem is meglepetésként ért, hogy milyen aktív pszichológus. A könyvben a magyar média személyiségek aktuális élettörténetei mellett természetesen a múlt is megelevenedik. Az újságíró azonban határozottan állítja, nem nosztalgia könyvet írt. Nem is sírós könyv, hogy ja Istenem, mi miért nem. Mondjuk az többször elhangzik, hogy a mai média világ lehetne jobb is. Egyikünk se nagyon vágyódik bele. Lett légyen az a közszolgálati televízió, vagy a kereskedelmi televíziók, vagy rádiók, de nem síratjuk a múltat, hálásak vagyunk azért, hogy nagyon sok évtizeden keresztül fontos, értékes műsorokat készítettünk, és kicsit együttérzéssel vagyunk a fiatalok iránt, akiknek talán fél év se jut olyan, amiből nekünk nagyon sok volt. Ettől függetlenül nem arról van szó, hogy mi mindent rossznak tartunk, ami most van, és minden jó, amit mi csináltunk, de hát ez az új média világ, ez még hát igencsak fejlődésre szorul. Fejlődni is fog, biztos vagyok benne, csak időkérdése. A műsorvezetőnő karrierjében a legfontosabb állomás a matuzsálemi kort megérő Stúdió volt. Kepes Andrással és Érdi Sándorral ütős hármast alakítva kezdték el letenni az emlékezetes műsor alapjait. Mi voltunk az alapcsapat, hárman tulajdonképpen. Itt van is egy kép, ahol hárman vagyunk, még az induláskor Kepes, az Érdi meg én. Volt valamiféle téma megosztása? Nem volt téma megosztása, az volt az Érdi koncepciója, hogy bizonyos, hogy mindenki saját képére formálhatja a műsor, azzal a megkötéssel, hogy vannak bizonyos olyan megkerülhetetlen események, amikről akkor is szólni kell. Egy új opera bemutatója, ha valaki nem szereti a komoly zenét, akkor is annak a műsorvezetőnek foglalkozni. Igen, az volt a Stúdiónak azt hiszem az egyik legnagyobb vonzereje, hogy a néző pontosan tudta, hogy ha Kepes csinál műsort, mire számít, milyen típusú dolgokra, én, ha Érdi Sanyi, Baló Gyuri, és így tovább. És talán ettől nem volt unalmas, hogy mindenki a saját egyéniségére hesszadta a műsort. A Stúdió 80 akkoriban nem kis teljesítményt ért el.
nem csak a hazai kulturális eseményeket dolgozta fel magas színvonalon, de ebben a műsorban tudósítottak először a cannes-i, berlini, moszkvai és tokiói filmfesztiválokról, Hollywoodból és a Nobel-díj átadásokról. Azért Sándor a fejébe vette, hogy minden héten legyen egy olyan magazin, amelyik orientálja azokat az embereket is, akik mondjuk vidéken élnek, akik nem tudnak például Budapestre szaladgálni, vagy nem tudnak elmenni Miskolcra egy jó előadást megnézni. És ebből a szempontból ez betöltötte a funkcióját. Nagyon sok helyen hallottuk, hogy ha már nem lehetünk ott, legalább tudjuk, hogy hol nem lehetünk ott. Így indult a stúdió, és azzal az igénnyel, hogy aki művészetről beszél, azt ezt művészi igénnyel tegye. Tehát ott minden tudósítás, riport, interjú nagyon mívesen készült, mert tényleg nem lehet egy színházról, egy filmről, egy kulturális eseményről, egy magazinban nem lehet híradósan tudósítani. Az a híradó dolga, persze, oda megy, egy-két snittet csinál, elmondja, ekkor van, mond a rendező egy mondatot. A mi műsorunk pedig arra törekedett, hogy művészi színvonalon dolgozzunk fel különböző művészi tevékenységeket vagy produktumokat. A Magyar TV képernyőjén először adtak interjút Kepes Andrásnak olyan sztárok, mint Woody Allen, Glenn Close, Sofia Loren, Marcello Mastroianni, Federico Fellini vagy Martin Scorsese, de García Márquez is beszélt a magyar nézőkhöz. Nem csoda, ha az idősebbek még ma is emlékeznek a stúdióra. Hogy még ma is emlékeznek rá, őszintén szólva engem még mindig meglep, hát már 17 éve nem csináljuk, 17. Hát az alatt mindent el lehet felejteni, még emlékeznek rá. Valószínűleg ennek az is az ok, hogy nem töltötte be semmi ezt az űrt, amit mi magunk után hagytunk. Hát jó érzés, csak nem nagyon értem, de hát mindegy, nem kell nekem mindent értenem. De Szegvári Kati csípős nyelvéről és kíméletlen kérdéseiről is ismerhette a közönség, amit a Hét című hírműsorban mutatott meg. Előtte, mikor a Hétben dolgoztam, akkor igen, ilyen kritikai riportokat készítettem, meg nagyon sok dokumentumfilmet, igen. Hát akkor olyan témákat dolgoztunk föl, ahol sok volt a kérdőjel, ahol sok olyan téma adódott, ahol hát egy kicsit az újságírónak bele kellett nyúlni, hogy kiderüljenek disznóságok, visszaélések. De például ez is nagyon hiányzik ma a televízióból. A Just műsora voltán az utolsó, amelyik tényleg az emberek érdekében szólalt meg. Én 6 évig voltam a főszerkesztője. Nem tudom, miért szüntették meg, hát biztos oka van annak. Pedig a TV ügyvédjének nagyon nagy sikere volt, mert egy csomó olyan dologban tudtunk segíteni, ami nem csak ugyan egy történet volt, de nagyon sok embert érintett. Az újságíró sok éves tapasztalatával a háta mögött természetesen figyelemmel kíséri a hazai média világát, és szomorúan látja, hogy számos értékes dolog kiveszett a televíziózásból. Például hiányzik a valóságfeltárás, hiányzik a dokumentumfilm készítés, hiányoznak értékes kulturális műsorok, mint például amilyet mi csináltunk, a stúdió. Tehát az a fajta elemzés, az a fajta mélyebbre hatolás, amire nekünk lehetőségünk volt. És hát természetesen mi ezt nem a kereskedelmi televízióktól várjuk el, hiszen az magánpénzből megy. Tehát nekünk nincs jogunk a sarki üzletbe lemenni és azt mondani a tulajdonosnak, hogy ne ilyen ruhákat áruljon, hanem olyat. Amihez közünk van, mert a mi pénzünkből, nem csak a miénkből, hanem az egész ország pénzéből van, az a közszolgálati televízió, hát ott bizony nagyon sok hiba van. És az nem kellene, hogy olyan legyen. Persze erre is van indok, hogy nekik is kell reklámot, reklámbevételt szerezni, ezért engedményeket kell tenni, de ugyanakkor azért lehetnének olyan műsorok, ahol nem a reklámbevétel lenne a fontos, hanem az, hogy valóban a közszolgálják. Ott vannak a kereskedelmi televíziók híradói. Ugye megölték, lefejezték, agyonütötték, felrobbant. Most innen üzenem mindenkinek, nincs olyan, hogy kereskedelmi híradó. A híradó a világon mindenütt közszolgálati, kell, hogy legyen.
Tehát teljesen mindegy, hogy ez egy kereskedelmi tévében van, vagy egy közszolgálati televízióban van. Az objektivitás nagyon-nagyon hiányzik a magyar televízióból. Hiányoznak az elemző műsorok, hiányzik a kultúra, hiányoznak koncertközvetítések, nagyon kevés színházi közvetítés van, hiányoznak a saját gyártású filmek. Tehát mindaz, ami a közszolgálat fogalmába tartozik, ezt nem lehet másképp értelmezni, csak egyféleképpen. Szegvári Katalin azonban ma már csak távolról figyeli az eseményeket. Nyugdíjas éveit tölti, újságírást tanít, és nem utolsó sorban nagymamaként funkcionál. Van egy unokám, sokat vagyok vele, tanítok is. Írtam ezt a könyvet, és hát ide-oda járkálok. Emberekkel találkozni, közönség találkozóra is. A tanítás az nagyon fontos része az életemnek. Úgyhogy jól el vagyok. Ugyan mindig azt mondom nekik, hogy amit most mi tanulunk, azt lehet, hogy most nem tudják hasznosítani, de valaki absztrakt festő akar lenni, az is elmegy a képzőművészeti főiskolára, és megtanul árnyékolni, megtanul csendéletet festeni, megtanulja Barcsai anatómiáját. Tehát mi megtanuljuk az alapokat, és én nagyon-nagyon hiszek abban, hogyha ez az ország gazdagabb lesz, akkor majd lesz olyan tévécsatornája, amelyik kultúrával foglalkozik, és amelyik valóban közszolgálatot teljesít.